Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Tihanyból, a Szőlőhegyről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én újra itt vagyok Tihanyban, ezúttal itt vagyok a Szőlőhegyen, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem, Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan innen indítok, Tihanyból, a Szőlőhegyről. És a mai kis túrámban is, itt a Tihanyi félszigeten fogok egy jó kis túrát végbevinni, ezen a szombati napon is, pont úgy, mint ahogy a csütörtöki napon is itt Tihanyban túráztam, ugye a pénteki napon is itt Tihanyban túráztam, és még ezen a szombati napon is, tehát ez a harmadik nap, hogy én itt túrázok a Tihanyi félszigeten, és a mai kis túrámat innen indítom, innen a Szőlőhegyről. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit innen indítok, Tihanyból, a Szőlőhegyről. És ahogy ugye mondottam, a mai napon is, ezen a szombati napon is, egy szép kis túrát fogok végbevinni itt, Tihanyban, a Félszigeten, tartsatok velem! És akkor bele is vágok lassacskán a újabb kis túrámba. Most tartsatok velem, ha úgy érzitek. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Újra itt vagyok Tihanyban természetesen. Ott a háttérben lehet is látni a Tihanyi apátságnak az épületét. Maga a település az ott van, tehát maga Tihany település ott van, és én hamarosan arra felé fogok elindulni ezzel a mai kis túrával. Tehát lemegyek innen a Szőlőhegyről a belső tó partjára, és akkor el is kezdem a mai kis túrámat. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, a Tihanyi félszigetem. És nem is olyan nagyon régen itt szálltam le a buszról, mert itt kint, itt van egy busz megálló, amelynek az a neve, hogy Tihany Szőlőhegy. Igen, és a mai kis túrámat innen indítom, innen a Szőlőhegyről, úgymond, Tihanyból. Amúgy itt halad a zöldsáv túraútvonal, tehát itt halad arrafelé ugye a zöldsáv túraútvonal. Hát itt meg van némi gaj hulladék, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát van némi gaj hulladék ide kirakva. Most, hogy ez most illegális-e vagy legális, ezt én ugye nem tudhatom. Na, szóval, akkor bele is vágok a mai kis túrámba. Hát egyelőre az időjárás úgy néz ki, hogy kedvezni fog a mai túrán is, egyelőre. Úgy néz ki, hogy kedvezni fog a időjárás a mai kis túrámhoz is, úgyhogy bele is vágunk, tartsatok velem. És akkor én már tulajdonképpen el is indultam a belső tó irányába. Itt mindjárt balra el is fogok kanyarodni tulajdonképpen erre a dűlőútra, ami már itt van balkész felé. És akkor szépen elindulok arra lefelé a belső tó irányába, tartsatok velem, és akkor már indulok is lefelé, innen a Szőlőhegyről, amúgy a Szőlőhegyi busz megálló itt van a fák mögött, tehát itt van a fák mögött a Szőlőhegyi busz megálló, tehát Tihany Szőlőhegy busz megálló, az itt van ugye a fák mögött, ott szálltam le a buszról, és akkor én már el is indultam a mai kis túrámmal újra itt Tihanyban, hisz ugye az elmúlt 2 napban is itt Tihanyban túráztam, és ha már ugye az elmúlt 2 napban is
itt Tihanyban túráztam, akkor miért is ne túráznánk itt ezen a szombati napon is, itt újfent Tihanyban természetesen. A mai napon is ugye több túra útvonalat is fogok érinteni, itt a Tihanyi félszigeten, és majd valószínűleg egy szép kis körtúrát fogok csinálni ezen a szombati napon is. Tehát több mint valószínűleg egy szép kis körtúrát fogok csinálni itt a Tihanyi félszigeten, pont úgy, mint a csütörtöki napon, mert a csütörtöki napon is egy körtúrát csináltam tulajdonképpen itt a Tihanyi félszigeten, és ugye a tegnapi napon is túráztam itt Tihanyban, ugye tegnap volt péntek, mi vagy ma ugye szombat van, és természetesen a csütörtöki és a pénteki videóim is természetesen már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon. Nézzétek meg őket, köszönöm szépen! És most újra itt vagyok Tihanyba, gyerekek, mert most tényleg újra itt vagyok Tihanyba, és egy újabb kis túrát fogok itt végbe vinni, itt a Tihanyi félszigeten, csak most egy kicsit más irányba, tehát most más irányba fogok túrázni, mert ugye ha visszanézitek a elmúlt két nap videóit, amiket itt készítettem Tihanyba, ugye abból is jól látható, hogy mindig más-más útvonalon túráztam, hát ez természetesen a mai napon se lesz másként, tehát a mai napon is, ugye, ahogy mondottam, több túra útvonalat is fogok érinteni, és megint egy másik részét fogom bejárni a Tihanyi félszigetnek, tehát megint egy olyan részét fogom bejárni, aminek túl sok köze nincs a tegnapi, illetve a tegnap előtti itteni Tihanyi túráimhoz, tehát megint egy más útvonalat járok be, immáron már harmadik napja, ugye itt Tihanyban túrázok, de hogyha követitek a YouTube csatornámon a videókat, mert remélem, hogy követitek, akkor ezt jól láthassátok, hogy ugye csütörtökön is egy más útvonalat jártam be, a tegnapi napon is egy más útvonalat jártam be itt Tihanyban, és természetesen a mai napon is egy teljesen más útvonalat fogok bejárni itt a Tihanyi félszigeten. És a mai napon ugye szombat van, pontos idődátum folyamatosan a kijelző aljában látható. Hát itt meg van egy ilyen, nem tudom, hogy ez most legális-e vagy illegális kerthulladéklerakóhely, de itt látható, hogy itt az útnak a szélén ilyen kerti hulladékok vannak kihelyezve. Most, hogy ez legális, most, hogy ez illegális-e vagy legális, arról fogalmam sincsen. Hát írjátok meg, aki esetleg tudja, aki esetleg itt Tihanyban lakik, mert nyilván vannak a nézőim között tihanyi nézőim is, remélhetőleg. Aztán meg a franc se tudja, az az igazság, mert minden nézőmről ugye nem tudhatom, hogy ki honnan nézi a videóimat. Hát látható, hogy itt ilyen kerti hulladék van itten végig helyezve. Most az a kérdés, hogy ez vajon itt legális, vagy illegális, ez a kerti hulladék kihelyezés itten. Mert ugye nem tudom, tehát erről fogalmam sincsen. Erről nyilván az önkormányzatot kéne megkérdezni, a Tihanyi önkormányzatot, hogy ez a kerti hulladék lerakó most itt legális, vagy illegális esetleg. Fogalmam sincs. Na, gyerekek, na de nem is ez a lényeg, hanem szépen haladok tovább itt lefelé a belső tó irányába, mert ugye errefelé van a belső tó. Hát most ugye nem a belső tó partjáról indítottam a mai kis túrámat, pedig az eredeti forgatókönyv az az volt, hogy megint a belső tó partjáról indítom a mai túrámat, de végül is úgy döntöttem, hogy leszállok ugye Tihany Szőlőhegyen a buszról, és le is szálltam természetesen, és ugye a mai kis túrámat ott kezdtem el, Tihanyban a Szőlőhegyen. Na, gyerekek,
Hát erről tényleg fogalmam nincs, hogy ez most legális-e vagy illegális. Ez a kerti hulladék kihelyezés itten. Mert erről aztán tényleg fogalmam sincs. Meg hát ezt nem nekem kell tudni. Na, gyerekek, és akkor megyünk itt lefelé tulajdonképpen. Hát itt szépen lemegyünk. Erre lefelé. Hát nem tudom, hogy ez az út, fogalmam sincs, hogy hova visz. Látom, hogy a belső tó irányába haladok. Mert azt látom, hogy a belső tó felé haladok. Csak az a kérdés, hogy nem-e magánút ez. Mert erről aztán tényleg fogalmam sincs, hogy ez nem-e magánút itten. Hát majd mindjárt kiderül. Hát itt látok valami szőlőt. De úgy látom, hogy ez az út ez elkanyarodik a szőlő szélén fog végig menni. Tehát nem megyünk be, úgy látom, más területére. Na, gyerekek, és akkor a belső tó már nagyjából ott látható a háttérben tulajdonképpen. Tehát maga a belső tó az már ugye ott van, előttem volt a képen. És akkor szépen megyünk előre felé. Ahogy láthassátok ezen a felvételen. És ugye a belső tó irányába haladok. A Tihanyi belső tó irányába haladok. Hát igen, úgy látom, hogy ez az út ez levisz a belső tóhoz. Mondjuk ezt sejtettem, az az igazság. De ezen a részen még úgy igazándiból sosem jártam. De már itt is vagyok tulajdonképpen a belső tó partján. Nem, hát tényleg itt vagyok a belső tó partján. Csak itt az út még ugye egy kicsit jobbra elkanyarodik. Mert amúgy a belső tó már ott van a szöllőn túl. Hát igen, ez az út ez megkerüli. Tehát megkerüli ez az út. Ezt a szöllőt. Na, gyerekek. És akkor mindjárt lent is vagyok a belső tónál tulajdonképpen. Hát még ezen a részen se jártam úgy igazándiból, pedig már nagyon sokat jártam itt Tihanyban, de ezen a részen még az az igazság, hogy nem nagyon, ahol most éppen gyalogolok. És igen, itt az út már kanyarodik is balra. Hát egyértelmű, hogy a belső tóhoz megyünk. Most már teljesen egyértelmű. Nem, mintha eddig nem lett volna az, mert eddig is nagyon abba az irányba haladt az út. A belső tó irányába. Na, gyerekek, ott szembe ugye épül valami házikó, hát ott szembe épül valami ház, és akkor itt balra, hát igen, már itt is vagyunk a belső tó partján tulajdonképpen, már itt is vagyok a belső tónál, és akkor a mai kis túrámat, ahogy elmondottam, ugye a mai napon is egy más útvonalon fogok végig gyalogolni itt Tihanyban. Tehát nem ugyanazt a útvonalakat fogom bejárni, amiket ugye az elmúlt két napban jártam be itt a Tihanyi félszigeten, hanem teljesen más útvonalat fogok most bejárni. És ez egy szép hosszú túra lesz összességébe véve. Tehát szerintem ez lesz a leghosszabb túrám itt Tihanyban, hogyha így megtippelhetném. És akkor itt már ki is érkezek ugye a belső tóhoz tulajdonképpen. Itt már itt van ugye a diófasor. Hát igen, itt már itt is vagyunk. Balaton Bike 365. Ma annak a úthálózatán is fogok túrázni itt Tihanyban. És akkor ugye, ha most elindulnánk arrafelé van ugye Tihany, maga a település, tehát maga a település az arrafelé van, tehát abba az irányba van maga a település, tehát arrafelé van a település konkrétan, illetve ott van, és akkor itt mindjárt el is kanyarodok balra tulajdonképpen, tehát itt szépen balra el is kanyarodok, és arrafelé folytatom a mai kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, tehát szépen arrafelé fogok haladni,
de előbb megmutatom nektek konkrétan azt, hogy most éppen melyik irányból jövök. Hát ezt most éppen megmutatom. Én most konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, a Tihanyi szőlőhegytől, tehát tulajdonképpen abból az irányból jövök, tehát a Tihanyi szőlőhegy irányából, és akkor szépen haladok tovább arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor már haladok is tovább, hát folytatom tovább a mai kis túrámat, itt Tihanyban. Hát valójában ugye most új fent itt vagyok, természetesen. Hát ugye, ha már az elmúlt két napban is itt Tihanyban túráztam, akkor már ezen a harmadik napon is itt fogok, ezen a szombati napon. Mert ha megnézitek ugye a tegnap meg a tegnap előtt készült videóimat, tehát csütörtök pénteken is ugye készítettem videókat itt a Tihanyi félszigeten, és ugye a mai napon, így harmadik napon is itt vagyok ugye Tihanyban, és újra itt túrázok voltak éppen, és bízok benne, hogy az időjárás is mellettem fog állni, nem pedig ellenem, lehetőleg. És azon gondolkodok, hogy le kéne menjek a belső tó partjára, hogy azért a más irányba menjek most, ne ugyanarra, amerre már jártam a héten. Jó, mondjuk nem ugyanarra fogok menni, tehát az tény és való, hogy nem ugyanarra fogok menni. De most úgy gondoltam, hogy itt jobbra le kéne kanyarodjak a belső tóhoz tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, ha gondoljátok, tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor itt most jobbra szerintem lekanyarodok, tehát nem arra felé folytatom tovább a túrámat. Mondjuk arra felé is haladhatnánk, mert éppen arra felé is haladhatnánk konkrétan, tehát abba az irányba is. De most az az igazság, hogy egy kicsit a belső tópartján kéne túráznom, az az igazság. Hát szerintem igen. Menjünk akkor lefelé a belső tópartjára, és akkor ott sétáljak végig tulajdonképpen. Tartsatok velem a továbbiakban is. Mondjuk ezen az úton is ugyanoda jutok. Tehát, hogyha most ezen az úton maradnánk, és itt nem mennénk le jobbra, akkor is ugyanott kötnénk ki tulajdonképpen, mert ugyanott kötnénk ki voltak éppen. Úgyhogy szerintem itt lekanyarodok jobbra a belső tóhoz, tehát szépen arra lekanyarodok. Na, gyerekek, és akkor már folytatom is tovább a túrámat itt Tihanyban. Hát közben mutatok néktek egy panorámát is, ha már úgyis itt vagyok. Ugye itt van a sportpálya, a régi sportpálya, tehát itt van ugye a régi focipálya, mert ez itt ugye a régi focipálya, az új focipálya az a falunak a másik végében van, konkrétan arra felé van az új focipálya, ott szembe pedig ugye a kiserdőtető látható, tehát az ott szembe ugye a kiserdőtető, ugye a tegnapi napon ott túráztam fönt a kiserdő tetején, illetve ott a Óvárhegy tetején is túráztam a tegnapi napon, de nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is. És akkor itt van ugye Tihany konkrétan, tehát abba az irányba, tehát ott látható Tihany, tehát az ott konkrétan Tihany, ami ott látható a háttérben. És akkor itt szépen lemegyek a belső tópartjára, és akkor a belső tópartján tulajdonképpen végig gyalogolok szépen, tehát szépen végig gyalogolok a belső tópartján, és akkor majd később egy hurokkal visszatérek arra az útra, amiről most lekanyarodtam, tehát egy hurokkal vissza fogok térni. Na, gyerekek, és ott szembe pedig a belső tó látható. Tehát ott van szembe ugye a Tihanyi belső tó, és a belső tó túloldalán ugye ott van a
kis erdőtető, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Itt pedig a szürke marhagúja, tehát itt pedig ugye a szürke marhagúja látható, ami 6 egyedből áll. Tehát itt van ugye a szürke marhagúja. Ő természetesen elektromos kerítéssel vannak elkerítve. Tehát láthassátok, hogy ez 6 egyedből áll, ez a szürke marhagúja, ami egyébként a Balaton felvidéki nemzeti parknak a tulajdona, ezek a szürke marhák, ha jól tudom, akkor a Balaton felvidéki nemzeti parknak a tulajdonában vannak, ha jól tudom, persze nem biztos, lehet, hogy tévedek, akkor azt nézzétek el nekem, köszönöm szépen. És akkor itt van ugye a szürke marhagúja, ahogy látható ezen a felvételen, és ugye ott pedig a háttérben ugye a kis erdőtető látható, tehát ott a háttérben ugye ott a kis erdőtető látható, ha egy kicsit tovább fordulok, akkor természetesen ott van Tihany, tehát ott van Tihany, tehát az ott maga Tihany, ami ott látható a felvételen, tehát az ott konkrétan Tihany, és ez pedig itt a régi sportpálya, tehát ez pedig itt ugye a régi sportpálya, itt már nem szoktak focit rendezni ezen a sportpályán, tehát itt már nem szokott futballmérkőzés lenni, legfőjebb itt fogadhajtó verseny szokott lenni, igen, tehát fogadhajtó verseny az itt szokott lenni, tehát itt szokott lenni a fogadhajtó verseny, amit minden évben megrendeznek itt Tihanyban, és ugye ott hátul pedig természetesen ugye Tihany látható, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát az ott a háttérben ugye Tihany, és akkor szépen haladok lefelé oda a belső tópartjára, és akkor a belső tópartján fogok végig gyalogolni tulajdonképpen, és valójában egy hurokkal vissza fogok térni ugyanarra az útra, amiről a imént lekanyarodtam, tehát egy szép nagy hurokkal visszatérek rá. Na, gyerekek, és akkor megyünk lefelé a belső tó irányába. Hát bízok benne, hogy a időjárás nem lesz ellenem ezen a mai napon sem, mert az elmúlt két napban egész jó idő volt. Ez remélem, hogy a mai napon is így lesz. Remélem. Majd meglátom. Na, gyerekek, akkor itt mindjárt kanyarodok is balra. Hát itt szépen mindjárt el is kanyarodok balra, ott szembe pedig ugye a kiserdő tető látható, hát ott van szembe ugye a kiserdő tető, és akkor szépen itt el is kanyarodok balra volt a képen, tehát haladok tovább arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor folytatom is tovább a túrámat, itt a Tihanyi félszigeten természetesen, hiszen ezen a mai napon is, ezen a szombati napon is itt fogok túrázni Tihanyban, csak ugye ahogy mondottam, a mai napon egy teljesen más útvonalat fogok úgymond végigjárni, tehát nem ugyanazt az útvonalat fogom végigjárni, amit ugye az elmúlt két napban jártam itt végig, hanem teljesen más útvonalat. Hát a mai nap is egy jó kis túrának ígérkezik, főleg, hogyha az időjárás is ilyen maradna, azt mondjuk tudnám értékelni, ha az időjárás ezt a formáját, ebbe a formájában maradna, nem pedig beállna esőre. Igaz, a mai napra írtak némi esőt, ilyen kisebb, ilyen esőzéseket azért írtak a mai napra, sőt, reggel, amikor elindultam Veszprémből, akkor még konkrétan szemerkélt az eső, és gondolkoztam is azon, hogy most eljöjjek ide Tihanyba, vagy ne jöjjek el ide, meg fogok ázni-e, vagy nem fogok megázni. Aztán mire leértem Balatonfüredre, ugye reggel, mert busszal ugye Veszprémből lejöttem Balatonfüredre, és Balatonfüreden már ugye nagyjából lehetett látni, hogy milyen idő is lesz ezen a mai napon, legalábbis a délelőttön, és akkor mondom, jó, akkor mégis eljövök ide Tihanyba, és ugye Balatonfüredről szépen
tovább buszoztam ide Tihanyba, és ugye a Szőlőhegyi buszmegállónál szálltam le, és most itt vagyok, konkrétan Tihanyban. Na, gyerekek, akkor szépen haladok is tovább, hogy láthassátok ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Amúgy tök jó idő van, mert tényleg tök jó idő van amúgy meg. És remélem, hogy ez így is fog maradni. Nem szeretnénk elázni, az az igazság. Nem szeretném, hogyha az eső itt rázendítene. Hát egyelőre azt mondom, hogy tűrhető az idő, ahogy nézhet, kinéz az időjárás. Tehát egyelőre azt mondom, hogy ez így, ha így maradna, akkor ez így jó is lenne tulajdonképpen, ha ilyen maradna az idő. És akkor mutatunk egy kis tájat is, hogy ne csak az én süket dumámat hallgassátok, gondolom abban már szerint van a hócipőtök. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye ott van szemben Tihany, tehát ott van szemben Tihany, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát ott van szemben Tihany, illetve ott van az Óvártető, tehát ott van az Óvárhegy, amit ugye a tegnapi napon meg is másztam, tehát én azt a tegnapi napon meg is másztam azt az Óvárhegyet, illetve a tegnapi napon megmásztam a Kiserdőtetőt is, ami ott látható szembe. Tehát a tegnapi napon ezt a Kiserdőtetőt is megmásztam. Nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is. Köszönöm szépen! És a mai napon valószínű, hogy Tihanynak a legmagasabb pontját is meg fogom mászni, tehát a csúcshegyet, mert az ott ugye a csúcshegy, ami ott látható a háttérbe, ami egyébként Tihanynak a legmagasabb pontja, tehát az ott a csúcshegy, ami most nagyjából a képernyő közepén van, tehát az ott ugye az ott a csúcshegy, ami ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, és valószínű, hogy a mai napon azt is meg fogom mászni, majd meglátom, bízok benne, hogy az időjárás nem fog elromlani, és akkor szépen haladok tovább arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok, tehát folytatom is tovább a mai kis túrámat, itt Tihanyban. Hát ugye úgy, mint az elmúlt két napban, most is itt vagyok Tihanyban, és itt csapatok egy jó kis túrát ezen a szombati napon. Hát a utóbbi napokban egész jó belehúztam a túrázásba, sőt a videógyártásba is belehúztam az utóbbi napokban, mert mostanában ugye nem készült ennyi videó, mint ami most készült a elmúlt pár napban, konkrétan elmúlt két napban. Tehát ennyi videó nem készült mostanában. Utoljára nem is tudom, hát még két héttel ezelőtt akkor készítettem videókat, húsvét után egy héttel, mert akkor készültek videók. Ugye akkor jártam be a Sárga Sáv túra útvonalat, Zánka és Kapolcs között, és ugye húsvétkor meg ugye végig túráztam a Balaton felvidéki Mária utat, Dörgicsétől egészen Almádiig, Balaton-Almádiig. Három napon át ugye húsvétkor, ugye a Balaton felvidéki Mária úton túráztam, három napon át. És akkor még ott csináltam egy ráadás túrát is azután, mert azután ugye Balatonfüredés Hidegkút között is túráztam húsvét hétvégéjén. Azt hiszem, akkor húsvét hétfőn volt konkrétan, amikor ugye bejártam a Balatonfüred és Hidegkút között a piros, illetve a zöld sáv túra útvonalat. Ugye az húsvét hétfőn volt konkrétan. És ugye rá egy hétre túrász gyalogoltam végig a sárga sáv túra útvonalat.
Zánka és Kapolcs között. Természetesen azokról a túráimról is készült videó. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És mivel, hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor természetesen díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és természetesen hamarosan jelentkezek egy újabb videóval, és folytatom tovább a túrámat ezen a szombati napon, itt a Tihanyi félszigeten. Remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, sziasztok! Ja, és én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni a túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez egy következő videónak a témája lesz, amikor majd haladok tovább arrafelé. Tartsatok velem a következő videóban is, hiszen ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy megnéztétek ezt a videót is, és ne felejtjétek, hamarosan jövök a folytatással egy újabb videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, sziasztok!